Jó kívánok a Bajai Televízió nézőinek a következő percekben a város pénzügyeiről és hát más városi ügyekről lesz szó. Stúdiónk vendége Zsigó Robert polgármester. Jó estét mindig pénzügyekről beszélünk itt. A pénz az fontos <laughs> dolog. Hát de nem a legfontosabb. Polgármester úr, a mai képviselői ülésem szó volt ugye a pénzügyekről, csak hogy ugye akkor ragaszkodjak az eredeti felvetésemhez, és ezek között szó volt arról, hogy Megtárgyalták a tavalyi évi zárszámadását a városnak. Kezdjük egész alapszinten, hogyha lehet, mit jelent az, hogy zárszámadás? Hát, sok szeretettel köszöntöm a bajai televízió nézőt. Kezdjük hogy mit jelent a költségvetés. Ugye az önkormányzat bevételének és kiadásainak az összessége, amit meg kell tervezni a polgármesteri hivataltól, minden intézményen keresztül, minden személyi juttatás, dologi, amit az államtól kapunk, ez mindent tartalmaz. És egy költségvetés, ez egy évre szól de mindig másfél évet ölel fel. Mert például október, most az idei évben már, október 31-éig kell elfogadnia, vagy beterjeszteni a költségvetési koncepciót, amiben nagy vonalakban benne van, hogy mit tervez az önkormányzat a nagyjából ilyen február vége, március elejéig kell elfogadni az az évi költségvetést, és a következő év, ugye ma április 25 van a következő év áprilisában zárul le egy költségvetés, írt, ez nagyjából másfél esztendő, és ebből látjuk mindig, hogy az előző esztendőben azok a célok, amelyeket a közösség pénzével terveztünk, azok hogyan teljesültek, sikerült-e azokat a közös dolgainkat, amiket elterveztünk megvalósítani, hogy a, a feladatainkat megfelelően módon látjuk el. Tehát mind-mind egy ilyen zárszámadás, tehát egy ilyen számadás arról, hogy 2012-ben az önkormányzat a közösség pénzével hogyan gazdálkodott. Ugye a vitában elhangzott az, hogy hát nem volt egy könnyű év az elmúlt év. Hát nem. Bár kérdés, hogy melyik évről lehetne azt mondani, hogy könnyű, de... Voltak az tavaly... önkormányzatnak nem egy könnyebb, sokkal könnyebb évei, mint ez maradjuk ennyiben. Ha végignézzük. A, nem volt könnyű év. Én tavaly, amikor ezt a 2012-es költséget elfogadtuk, akkor ott a zárszomban az erő erőterjesztőként azt mondtam, hogy nagyon fegyelmezett gazdálkodásra van szükség 2012-ben is. Minden fillért meg kell néznünk, hogy mire költünk. Eh, ahhoz egyáltalán, és nehéz döntéseket kell majd hozni, ezt is, azt akkor is mondtam, ahhoz, hogy 2013-ban egyáltalán maradjon mozgástér, és egyáltalán tudjunk előterjeszteni költségvetést. És ez bebizonyosodott. Tehát, hogy akkor a 2012-es költségvetést a működési hitelünkön kívül, tehát a hitelen kívül, ami megvan, a folyószámra hitelen kívül ilyen 600 millió forintos hiányjal tudtuk megtervezni, akkor még lehetett hiányjal tervezni, és azt döntöttük el, hogy ezt a hiányt abban az esztendőben ledolgozzuk, egyrészt a bevételeink növedé, növelésével, másrészt a kiadásaink csökkentésével. Ez jelentem sikerült, mert hogy a kiadásainkat a tavalyi esztendőben a zárszámadás számai alapján 250, kicsit több mint 253 millió forintot tudtuk lefaragni. Ezek nehéz döntések, ezek elbocsátásokról szóló döntések, átszervezésekről szóló döntések, illetve ebben benne van az is, hogy tényleg megnéztük minden forintot, hogy mire költünk, spóroltunk, csak arra adtunk ki pénzt, amire nagyon muszáj volt. És 253 millió forinttal sikerült növelni tavaly a bevételeinket is. Tehát nincs az az ellenzéki vád, ami akkor szerepelt, hogy persze mi megszorítani akarunk, és egyébként nem törődünk semmivel, és mindent elveszünk. Ez nem igaz, mert még egyszer mondom, ilyen 260 millió forint a kiadás, csökkentés, és a bevételeink pedig 205, több mint 253 millió forinttal nőttek. Adóbevételek, egyéb bevételek. Ez maga több mint 500 millió forint. Emellé kaptunk a kormánytól az önhiki támogatásként a tavalyi esztendő végén 450 millió forint segítséget. Ez majdnem 1 milliárd forint. Így sikerült aztán azt elérni, hogy a kötelezettségeinknek a többségét teljesíteni tudtuk az év végére, és egyensúlyba sikerült, tehát jobb helyzetben van, nem jó, messze nincs jó, amilyen örökséggel nekiindultunk a, a költségvetésnek, még egy pár év kell is ahhoz szigorú gazdálkodás, hogy jó helyzetben legyen, de sokkal jobb helyzetben van stabilabb, biztonságosabb a város költségvetése, mint 2012-ben volt. Ettől még az idejében is, a múltkor beszélgettünk róla, spórolni kell, az idejében is megfelelő döntéseket kell hozni, de a tavalyi évi gazdálkodás azt gondolom, hogy az arra lehetőséget, tehát egy nyugodt, pénzügyileg tervezhető, megfelelő év legyen az idei. Hogy Maradjunk továbbra is, továbbra is a pénzügyeknél, de már egy kicsit kellemesebb fajta pénzügyekről beszélgethessünk. Épp tegnap volt arról sajtótájékoztató baján, hogy egészségügyi fejlesztés kezdődik a városban. Igen, hála Istennek ebben a ciklusban egyrészt, amit ígértünk, hogy az előző ciklusból megörökölt fejlesztéseket megpróbáljuk tisztességgel befejezni, ezen az úton vagyunk, az akkori hibákat meg is próbáljuk kiküszöbölni. De mellett elég sok olyan fejlesztésen nyerünk, olyan pályázaton nyerünk, amely valóban hasznot hozhat majd, amikor elkészül a városnak. Egy ilyen, ugye nem mi nyertük, hanem az Országos Mentőszolgálat adott be egy pályázatot, de hát nagyon fontos, én erről kaptam értesítést januárban, csak a részletek tisztázódtak mostanra. Nagyon fontos, hogy a bajai mentőállomás épülete, amely nagyon rossz állapotban van, abból a szempontból, a mentés szempontjából is, tehát a mentőautók helye, az ott dolgozók körülményei szempontjából is, ez a mentőállomás megújulhat, takarékosabb lehet, segítheti az, az ott dolgozó mentőknek, mentőknek a, a megfelelő elhelyezését segítheti, hogy a mentésbe mi hamarabb részt tudjanak venni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos fejlesztés. Hát mi lehet annál fontosabb, mint a város, illetve a térségben lévő emberek biztonsága. A biztonsághoz hozzájárul az is, hogy megfelelő körülmények között legyenek a mentők, hogy a mentősök probléma esetén, ne adj Isten, időbe kiérjenek. Ez ember életeket menthet meg, hogyha megfelelő körülmények között vannak. Erre egyetlen, tehát semmi, nagyon sok pénz sem drága. Hát hála Istennek a bai mentőállomáson elkezdődhet egy ilyen munka, elkezdődhet az épület felújítás, és reményeink szerint a technikai felszerésnek is a, felújítása, ami nyilván egy hosszabb feladat, de én reménykedem benne, hogy az elkövetkező esztedőkben ennek a város polgárai, illetve a térségben élő polgárok is az előnyeit élvezhetik majd. Mai testületülés egyébként egy bejelentéssel kezdődött, illetve hát több mindennél is kezdődött, de a polgármester úr bejelentette azt, hogy hát talán mondhatjuk úgy is ezt, hogy egy igen komoly elismerés érte a bajai egészségügyet azzal, hogy a kórház vezetőjét beválasztották egy országos testületbe. Én gratuláltam a, a dr. Tóth Gábor úrnak, a Bajai Kórház főigazgató főorvosának a testületülésen. Itt is ezt megismétlem, ahhoz, hogy a múlt heti kórházszövetségi tisztújítőülésen beválasztották az országos elnökségébe. Ez azt gondolom, valóban nagy elismerés a Bajé nyilván nagy munka is, de azt remélem, hogy a kórház, a kórházi dolgozók, azok az emberek, akiket ott gyógyítanak, illetve az egész városi térség ebből profitálott, úgyhogy én gratulálok a kórházigazgató úrnak ehhez. Egyébként az előbb nem mondtam teljesen igazat, mert nem ezzel kezdődött a testületülés, hanem egy kis kulturális műsorral és egy megemlékezéssel, ugye, ami ahhoz kapcsolódik, hogy 150 éves a városháza. Hát egyrészt, hogy a 275 éve született Jelki András, tehát erre is megemlékeztünk, és igen, a mai testületülés előtt egy rövid ünnepséggel indult útjára a Bajé Városháza éve. Ugye ezt tavaly végén hirdettük meg 2013-at a Bajé Városháza évének, hiszen most... Pontos dátum nincs, a Szent naphoz kötődhet ez a dátum, ugye az 24-én volt, tehát most az idén 150 éve, hogy a volt Grasalkovics kastélyba költöztek a hivatalok, és a városháza a mostani helyén szolgálja a bajéjakat, illetve a térség embereit. Én azt gondolom, hogy akármennyire sok dolgunk van, vannak a hétköznapokban problémáink is, akármennyire rohanunk a dolgunk után, nagyon fontos egy közösség számára, mindegy, hogy ez egy család, vagy egy ország, egy nemzet, vagy éppen egy város, hogy a fontos évfordulóiról megemlékezzen. Ezért kezdeményeztem, hogy az idei esztendő legyen a Bajé Városháza éve. Ennek a nyitánya volt a mai képviselő testéltőrés előtti rövid ünnepség. Ezzel kapcsolatban ugye, hogyha jól emlékszem, megnyitottak egy kis ilyen múzeumszerű termet is ott a Városházán, ahol a történetéből érdekességek láthatók. Hát sok mindent tervezünk az idén. Az egyik dolog az, ami nem tűnik nagy-nagy dolognak, de mégiscsak az idei esztendőben minden képviselő testelet, ülés anyagán szerepel egy, egy kis logó, ami arról szól, hogy a 150 éves városháza évében tárgyalta és fogadta el ezt a képviselőtestület. Ez majd az utódaink, akik majd kutatják, hogy milyen ügyekben ülésezett, vagy milyen ügyekről tárgyaltak a város vezetői, azoknak lesz érdekes. De igen, rendbe hoztuk a tavalyi esztendőben a tűr termet, ott minden olyan értékünket, amelyek megvolt, amelyeket adományoztak, illetve a városházán volt, azokat ott elhelyeztük. Rendbe tettük, felújítottuk és megtisztítottuk tavaly a lépcsőfordulóban lévő ólóművág ablakokat, mert nagyon rossz állapotban voltak. Egy kicsit rendbe hoztuk a városháza dísztermét is, hogy tényleg nyitottabb legyen mondjuk a külvilágra, tehát ne legyen ott állandóan sötét és az, az, olyan programokat tervezünk, amely arról szól, hogy a városháza mindenki. Persze itt dolgozik az önkormányzat, itt dolgozik a polgármesteri hivatal, itt dolgoznak a polgármester, de attól a városháza az minden bajé polgáré. Nem csak akkor, amikor ügyeket intéz, hanem akkor, amikor ilyen évforduló van, akkor tervezünk, hogy itt gyereknapot tartunk a városházán, tervezzük, hogy iskolás csoportok eljöhetnek, körbe mehetnek, megmutatjuk nekik a városházát, kérdezhetnek, válaszolunk, tervezünk történész és tehát nagyon sok olyan programot tervezünk az idei esztendőben, amely nyitottá teszi a városházát a bajaiak számára is, illetve ide, ide, látó vendég, ide látogató vendégek számára is, mert ez egy olyan érték, amit szerintem mindenképpen be kell mutatnunk. Um ülés végén elhangzott egy kérdés azzal a kapcsolatban, hogy polgármester úr, illetve mint országgyűlési képviselő, pontosabban, mint a Fidesz tagja, egy új megbízatást kapott nem is olyan régen, az ugye az, hogy szóvivője, egyik szóvivője lett a Fidesznek. Ezt a munkáját hogyan tudja összeegyeztetni majd a többi feladatával? Nem majd, ez három Hát érkezett ez a felkérés. Ez, van olyan felkérés, amit az ember nem utasít vissza. Nem szoktam olyat vállalni, amit nem tudok teljesíteni. Akkor, amikor országgyűlési képviselőként elindultam az önkormányzati választásokon, elindított a Fidesz az önkormányzati választásokon, akkor azt a kritikát kaptam, hogy nem lehet ellátni a két feladatot, és biztosan nem fogom tudni ezt ellátni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt három, ezt a közel három esztendőben bebizonyosodott, hogy azt a munkát, amit elvég, elvállaltam, azt el is végeztem. Folyamatosan végzem is. Igen, a Fidesz szóvivőjének kértek föl. Ez nyilván több elfoglaltságot jelent. Nagyon megtisztelő egyébként a feladat, amit kaptam. Alpagármester úrra is egyeztettem, kikértem a véleményét egyébként előtte, hiszen együtt dolgozunk, együtt vezetjük idézőjelben a várost a, a támogatott ebben, a képviselőtársaim és a támogatásukról biztosítottak, egy olyan csapat, csapattal dolgozunk együtt, én ezt az önkormányzati választások előtt is mondtam, hogy ez egy városti irányítani egy csapatmunka. Egy olyan csapattal dolgozunk, dolgozom együtt, ahol kitűnő képviselők vannak, akik a választókerületek érdekeit képviselik, és olyan csapat, aki képes összefogni és minden nehézségből kilábalni. Lehet, hogy több munka hárul majd így egy kicsit az alpolgármester úrra, egy kicsit a képviselőkre, de közösen meg fogjuk tudni oldani. Még egyszer mondom, olyan feladatot vállalok csak, amit tudok teljesíteni, ezt is uh, tudom teljesíteni, három hete gyakorlom, még minden feladatomat, amelyet a polgármesteri uh, munka jelentett, ezt el tudtam végezni, és ezután is el fogom tudni végezni. Előkészítettük most is a képviselőtestület ülést, ebben a hónapban két fogadórát is tartottam polgármesterként, aki keres, azt visszahívom, nyitott az irodám ajtaja bárkinek bármilyen problémájára, úgyhogy nem hiszem, hogy ebből ugyanúgy, hogy eddig probléma lett volna, ezután probléma lenne. De még egyszer mondom, amit én vállalok, azt el szoktam végezni. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy tájékoztatja a Bajai Televízió nézőit, és nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmet.